A téma, amit szeretnék kibontani, Jézus, mint vendéglátó, Szent Lukács és Szent János evangéliumában. A biblikus tudomány elsősorban Szent Lukács evangéliumával kapcsolatban dolgozta ki a vendégség témáját. Úgy tűnik, hogy Lukács, a harmadik evangélium és az apostolok cselekedetei szerzője érdeklődött leginkább ez iránt az alapvető tapasztalat iránt. Mintha Lukács elbeszélése volna az a közép érték, amelyhez a témát tekintve mindent viszonyítani érdemes. Márk történetét, amelyben kevesebb étkezésről és vendégségről olvashatunk, illetve Jánosét, amelyben a történeti keretek és valószínűségek helyett erősebben érvényesül a Jézussal való bensőséges kapcsolat teológiai üzenete. Alkalmas lesz, hogyha ezt az irányt igyekszünk követni. Felidézni, ahogy Lukács teszi, az isteni látogatónak és tanítónak, Jézusnak alakját. Röviden, szinte mellékesen ejteni szót Márknak, elbeszélő szándékáról. Végül megérkezni oda, ahol legalábbis első megérzésünk szerint minden leegyszerűsödik, és néhány szó is elég, hogy Jézus bőségét és odaadását kifejezze János evangéliumához. Először tehát Lukács és a szinoptikusok tanúságtétele Jézusról, az előkelő vendégről és tanítóról. Lukács evangéliumát elejétől a végéig átszövi a látogatások, találkozások és vendégeskedések témája. Jézus születésének és gyermekségének történetében égi lények angyalok jelennek meg, küldetnek el, illetve lépnek be az Úr választottaihoz, Zakariáshoz és Máriához, hogy egy-egy gyermek születését adják hírül nekik. Az első közismert és tényleges látogatás Mária látogatása Erzsébetnél az égi küldött üzenetét követi. Mária is belép Erzsébethez, de az elbeszélő nem sokára megérteti az olvasóval, hogy a valódi érkező az Úr, akinek anyját Erzsébet és magzata is újongva köszönti. Miután pedig az első gyermek, keresztelő János megszületik, Zakariás himnusza már Isten látogatásáról beszél. Áldott az Úr, Izrael Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. A küldött, az angyal megelőzte tehát Isten látogatását, de csak mint előkészítő. Így készíti majd a világra született Úr útját a felnőtt keresztelő János is. Lukács elbeszélésében az első tényleges nagy lakoma Lévi házában történik, az 5. fejezet híradása szerint. A rövid elbeszélés első mondata vámosnak nevezi Lévit, ezzel kissé kiemelve a közfelfogás szerint utálatos foglalkozását. Ez a jelenet távolról előkészíti Zakeus történetét a 19. fejezetben, akit a vámosok fejeként ismerünk meg. Őt először nem is kell hívni, kíváncsi Jézus jövetelére, magától jön. Annál meglepőbb, amikor Jézus maga jelzi, nála kell maradnia, vagyis megszállnia. A kívülálló kritikája lényegében azonos a két történetben. Jézust kritizálják, amiért bűnösöknél száll meg. A válasz Lévi történetében még csak Jézus bátor mondása. Zakeusnál viszont ehhez hozzátársul az elkötelezettség és megtérés nagylelkű kifejezése: vagyonom felét a szegényeknek adom, illetve ma üdvösség köszöntött erre a házra. A vámosokkal és bűnösökkel együtt étkező, náluk szállást kereső Jézus átlépi a kor tisztasági előírásait, vagyis egyszerre társadalmi és vallási elvárásait. A bűnösökkel vállalt asztal közössége szavak nélkül kifejezett tanítás, amely ugyanakkor egybeesik azzal, amiről másutt prédikál, illetve amit a történeteket lezáró, hagyományban megőrzött rövid mondások ki is fejeznek. Neki van hatalma, van tekintélye, van isteni szándéka, hogy Istennek a bűnösök iránti szeretetét láthatóvá tegye, illetve még inkább valósággá tegye. Ez a szeretet megdöbbentő erővel jelenik meg egy másik vendégségben, Simon farizeus házában is, amikor Jézus lábát egy bűnös nő könnyeivel áztatja, hajával törölgeti, ajkával illeti. A 7. fejezetben.
Az elbeszélő ugyan a farizeus szabálykövető, ugyanakkor rideg magatartására, illetve a bűnösnő mindent odaadó szeretetére figyel. Ezek ellentétét domborítja ki még Jézus szavaival is. A nagyobb szeretet itt elsősorban az asszonyé. Az olvasó azonban nem foglalhatna állást egyértelműen a bűnös, bűnbánó asszony mellett, ha nem ismerné meg Jézus melléállását, felmentő ítélet hirdetését. A lakoma ebben az esetben nagyon is alkalmas tere Jézus, Simon és az asszony találkozásának, majd pedig Jézus tanításának. Simon, mondanék neked valamit, kezdi Jézus a szavait. Lukács olyan finom, tapintatos, illetve nagyon is mesteri tanítóként mutatja be Jézust, mint aki óvatosan közelíti meg beszélgető partnerének gyenge pontját, megőrizve annak nyitottságát és érdeklődését, hogy a tanítás elevenebben érintse és mélyebben megtalálja őt. A mester rövid példabeszédet mond, amelyben kérdés rejlik, és erre majd Simonnak kell válaszolnia. A tanúság őt magát érinti kellemetlen éllel, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az asszony felmenthető legyen. A vendéglátó nem teljesítette a vele kapcsolatos lehetséges elvárásokat, nem fejezte ki tiszteletét és szeretetét a hozzáérkezővel szemben. Kinek van tehát tartozása? A bűnös pótolja azt, amit a bűntelen elmulasztott. Lukács egy farizeussal való vendégeskedés keretében helyezi azt a tanítást is, amelyet Jézus a tiszta és tisztátalan dolgok, illetve a templommal kapcsolatos hagyományok kapcsán ad, a 11. fejezetben Lukácsnál. A tisztasági előírások be nem tartása ebben az esetben csak kiinduló pont. Lukács szerint Jézus ebben az esetben is félreérthetetlenül vendéglátója ellen beszél, megkérdőjelezi felfogását, mégpedig úgy, hogy szavaiban fokozódó, egyre élesebb kritika nyilvánul meg. A lakoma olyan kulturális és vallási helyzet, amelyben csak hamar megnyilvánul a vallás elmélete és gyakorlata. Jézus pedig nem habozik, hogy látásmódját kifejezze. Jézus aztán kimegy onnan, mondja a 11. fejezet 53. verse, mintha ezzel elhagyná a farizeusok körét. A vendégeskedés helyzete ugyanakkor továbbra is megjelenik az elbeszélésben. Az evangélium 14. fejezetében hosszabb egység következik, amelyben nincs utalás arra, hogy Jézus elhagyná a helyszínt, a 14. fejezet első 24 verse. Vagyis úgy tűnik a lakoma, mint helyszín és háttér végig érvényes. Ez a szakasz azért is hangsúlyos, mert kifejezett tanítást kapunk benne a vendégséggel kapcsolatban. Ne a főhelyeket keressük, a szegényeket hívjuk meg. Érdekes, hogy a következőkben több olyan példázatot is olvasunk, amelyekben így vagy úgy megjelenik a lakoma képe. A 15-ös verstől a visszautasított, majd meg kiterjesztett meghívás. Majd a 15. fejezetben az irgalmas atya lakomára hívja elveszett fiait, és a 16-ban a gazdagon lakmározó ember és a szegény Lázár ellentéte. Jézus tehát nem csak elfogadja a meghívást, hogy vendégségben legyen, hanem megszólítja a lakomákat rendező társadalmi réteget is, illetve szívesen beszél az Isten országáról olyan példabeszédekben, amelyek feltételezik a lakomák örömteli tapasztalatát. Az együttlét és bőség közvetlen megtapasztalása része annak, amit Jézus hirdet, de a vendégség és lakoma háttérbe is szorul, a személyes figyelem és üzenet mögött. Lukács legalábbis jelentőségteljes, érdekes vendéget mutat be Jézusban, akire az előkelő farizeusok is kíváncsiak, ám aki nem törődik a vele szemben támasztott hamis elvárásokkal. Erre minden esetre jó oka van. Éppen a lakomákon mondja el, hogy Isten mást vár, több szeretetet, a törvény mélyebb ismeretét. Jelentőség teljes és érdekes vendég. A lukácsi elbeszélés a szenvedés történetben Heródes Antipászról szólva azt is megmutatja, hogy ez a fajta kíváncsiság nem vezet messzire. Heródes már régen látni szerette volna Jézust, ám amikor vendégül látja, csak gúny tűz belőle, olvassuk a 23. fejezetben. A vendégség témája mégsem ezzel,
sokkal inkább a tanítványok figyelmes szeretetével teljesedik be. Ez a figyelmes szeretet képes Jézus tanításának helyet és időt adni, illetve ez lesz talaja a hitnek, amely a feltámadt Jézus jelenlétét is felismeri. Arra a két jelenetre gondolunk, amelyekben Jézus a két testvér, Mária és Márta vendége, a 10. fejezetben, illetve amikor a két tanítvány, akiknek Emmauszba tartva felfedte az írások értelmét, felismeri őt a kenyértörésben, a 24. fejezetben. A két helyzet között persze számos különbség is van, ami összeköti őket nem más, mint a már említett figyelmes szeretet, befogadó hit, amely Máriában eleve megvan, ezért hallgatja a mestert és urat lábához ülve, a két emmauszi tanítványban viszont csak útközben születik. Mária és Márta története a földi körülmények között elfogadott szolgálat, ugyanakkor az örök életre szóló tanítás kettősségéről szól. Az emmauszi vendégség viszont a hitben elérhető jelenlét eukarisztikus értelmét közvetíti. Felismerték őt a kenyértörés pillanatában. A két történetet alapvetően a kereszt eseménye választja el egymástól, és mindaz, ami ezzel közvetlenül összetartozik. Az eukarisztikus jel értelmező ereje, a feltámadás, pontosabban a feltámadottal való találkozás örök lehetősége. Lukács nyilvánvalóan többet lát Jézusban, mint egy előkelő vendég. Az emmauszi történet ebből a szempontból az angyali látogatásokat folytatja, amelyekről Jézus születésének és gyermekkorának elbeszéléseiben olvasunk az evangélium kezdetén. Ebben az értelmező keretben kétségtelenül átfénylik valami az ószövetségi és az antik görög isteni látogatások toposzából. Amit azonban közben olvasunk a názáreti Jézusnak, a bölcs és csodatevő vándortanítónak, Isten irgalma hírnökének útjai, az sokkal közelebb van a mindennapokhoz, az élet ügyes-bajos kérdéseihez, mint valami pogány istenség rövid látogatása, illetve az Úr befogadása, például Ábrahám által. Itt érdemes utalnunk arra is, hogy Jézus vendégeskedése teljességgel hihető történeti tény, amelyet aztán a tanítványai is folytatnak. Vagyis egyszerre adott egy olyan alaphelyzet, amely Jézus látogatásait, befogadott mi voltát valószínűsíti, hihetővé teszi, és ugyanakkor az a másik történeti mozzanat, amelyben ezek a vendégeskedések az ősegyház számára is fennmaradásának, életstílusának részét alkották. A vándortanító Jézus életstílusát a vándortanítókra épülő egyháznak meg kellett jegyeznie, eszébe kellett vésnie. Lukács evangéliumának és az apostolok cselekedeteinek egysége ebből a szempontból történeti tényeket rögzít. Az esetleges vendégeskedések és meghívások mellett Lukács leírja, hogy az asszonyok gondoskodtak Jézusról és tanítványairól a 8. fejezet kezdetén. Megadták a legszükségesebbet, de állandó otthont nem biztosítottak Jézusnak. Pál apostol pedig maga is beszámol ige hirdető útjának és életének viszontagságairól. De az apostolok cselekedete is bőven tanúsítja, hogyan emlékezett első térítőire a fiatal egyház. Egyesek kiemelik, hogy Márk evangéliumában egyrészt nincs akkora szerepe a vendégeskedéseknek, mint Lukácsnál, másrészt a meglévő említéseknek más a jelentősége. Márknál ugyanis úgy tűnik, szinte kezdettől fogva a tanítványi mi volt egyik jellemzője, hogy Jézust befogadja valaki, illetve szolgál neki. Legelőbb Péter háza Jézus működésének központja Kafarnaumban. Egy házban, talán ugyanebben Péter házában hangzik el, hogy akik Isten akaratát cselekszik, azokból lesz Jézus igazi családja. Tanítványai osztják ki a csodálatos módon megszaporított kenyeret és halat, amikor az emberek annyira szívesen hallgatják, hogy megfeledkeznek éhségükről. Olyas valaki kínálja Jézusnak az utolsó vacsora termét is használatra a húsvéti ünneplés helyéül, aki őt mesternek ismeri. Végül
A Betánia vacsora helyszíne és fényes légköre, mintha szándékos ellenpontja volna az utolsó vacsora árulást jövendülő feszültségének. Az eddig bejárt utat leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a szinoptikus evangéliumok élükön Lukáccsal úgy mutatják be Jézust, mint aki térítő útja során elfogadja a meghívásokat, vendég jogát pedig arra használja fel, hogy tanítson. Tanításának, illetve a jelenlétéről szerzett tapasztalatnak nem sokára fontos része és kifejező eszköze is lesz a vendégség, amely immár Isten országának jelenlétét, örömét, bőségét jeleníti meg. A tényleges vendéglátók gyakorta háttérbe szorulnak, vagy még inkább kritikát kapnak ellenséges érzületük miatt. A vendégség középpontjában nem az étkezés, nem is Jézusnak valamilyen abszolút megengedő magatartása vagy kijelentése áll, hanem olyan nyitottság, amely elismeri a bűnbánat, az Isten és fele barátok iránti megújult szeretet, a helyreállított közösség értékét, sőt, mindez segíti. A szöveg olyan helyzetet tételez fel, amelyben Jézus és az ő tanítása válik az esemény középpontjává. És így lesz lehetséges az, hogy Isten jelenléte érzékelhető mindenki számára. Egy közös pontról még nem szóltunk, ami a vendégséget illeti, ez pedig az utolsó vacsora, amelyről mindhárom szinoptikus evangélista megemlékezik. Nyilvánvaló, hogy ez különleges jelentőségű, de úgy látjuk, csak részben vagy áttételesen kapcsolódik témánkhoz. A szinoptikusok részéről közölt utolsó vacsora olyan vendégség, ahol már egyértelműen Jézus a vendéglátó. Közeli halálának értelmezése által az utolsó vacsora felülmúlja a korábban megtapasztalt közös alkalmakat. De mivel Jézus akaratából ez válik a születőközösség ünneplésének megalapozó tapasztalatává, ez lesz az a forma, amely bizonyos módon magába foglalja a többi helyzet jelentését is. Ennek fénye vet halvány ragyogást a többi hasonló jelenetre is. A második rész Szent János evangéliumáról szól. Ebben Jézus, mint vendéglátó, egyszerre az élet kenyere, az élet forrása. János evangéliuma a negyedik evangélium keveset vesz át a szinoptikusoknál közölt lakoma helyzetek közül. Igen hasonló keretek között szerepel a kenyérszaporítás elbeszélése, amelyet Jánosra jellemző módon követ a nagy kenyérbeszéd, benne Jézus különleges kijelentésével, én vagyok az élet kenyere. Jánosnál is szerepel egy betániai vacsora a 12. fejezetben, amelynek szereplői részben mások, de alapvető témái ugyanazok, mint a szinoptikusoknál. Jánosnál is szerepel egy utolsó vacsora. Igaz, cselekménye is, tanítása is messze menően eltér a már ismertől. Az étkezés, vendégség, ünneplés témái azonban néhány további szakaszban is megjelennek. A kánai mennyegző elbeszélése sajátos módon megmutatja mindjárt az evangélium kezdetén, a második fejezetben, hogy Jézus az igazi vőlegény, a választott néppel kötött szövetség megújítója, messiási ajándékok osztogatója. Az egész evangéliumot átszövő jelképrendszerek lépnek működésbe, amikor úgy látjuk, hogy Jézus maga lesz az áldás forrása, vagyis az új templom. Harmadnapra fel kell építenie lerontott testét. Szomjazott, de magához hívta a szomjazókat. Belsejéből élő víz forrásai fakadnak, oldalát pedig végül a katona lándzsája nyitja meg. Így még kétkedő tanítványa is felismerhetik jelen valóságát és szeretetét. Vagyis a kiontott és kiáradó víz, amely sokak szomjúságát csillapítja, különös új módja a vendéglátásnak. János evangéliuma is kiemeli a tanítványok szerepét, vagy még inkább rajtuk keresztül mutatja meg, hogy mit jelent tanúvá lenni, részesévé lenni a Jézussal való életközösségnek. A tanítványok ott vannak a kánai mennyegzőn, és megértik, ők megértik Jézus jelét. Részt vesznek a megsokasított kenyér kiosztásában. Az utolsó estén
ők Jézus gesztusainak megdöbbentő szeretetének és tanításának címzettjei, akiket úgy oktat, hogy rabszolga mélyen lehajol, hogy megmossa lábukat. Mint a szinoptikusoknál a vámosokat és bűnösöket, őket is tisztára mossa Jézus tanítása, és ők is Jézus egészen odaadó szeretetéből értik meg, mit jelent szeretni, mit jelent az Atya irgalmát megismerni és befogadni. A szeretett tanítvány egészen közel lehet mesteréhez, ismeri szíve gondolatát, ahogy az egyszülött is ismeri az Atya gondolatát, és felismeri, mármint az igazi tanítvány, hogy mestere nélkül semmit sem tehet. Élete az Úrtól és Mestertől van. A lakoma itt egyre inkább szellemi természetű. Az Úrral való találkozás táplál. János evangélium a tanítványoknak azt ígéri, hogy otthonra találnak. Az idegenséget, ideiglenességet, átmenetiséget is sugalló vendégség lassan átadja helyét a vele és benne maradás végső örömének. Különösen a búcsúbeszéd tanúságtétele szerint. Ez az ajándék egyértelműen jövőbeli. Megelőzi az a kis idő, amíg Jézus elmegy, hogy a 16. fejezet utal rá. És valószínűleg megelőzi az az idő is, amelyben a vigasztaló mindent megmagyaráz és tudtul ad, amit még nem érthettek Jézus szavaiból és életéből, az Atya igazságából. Jézus mellett mégis megtapasztaltak belőle valamit. Két tanítványa egy napon át nála maradt, mindjárt az evangélium kezdetén. Előízét érezték annak, amit Jézus később egész működésével feltárt számukra. Úgy látjuk, Jézus nagyobb erővel mutatja meg, hogy mit jelent Jézusnál vendégségben lenni. Nem sokat törődik a környezettel. Ez, mármint a környezet, leggyakrabban amúgy is barátságtalan, sőt ellenséges. Ehelyett maga Jézus a bőség forrása, tápláló égi kenyér, életre szökelő vízforrás. János evangéliumát közismert módon egy olyan fejezet teszi teljessé, a 21., amelyet valószínűleg valamivel később illesztettek mai helyére. Ez a 21. fejezet ugyanakkor sok szálon kapcsolódik mind az evangélium korábbi szakaszaihoz, köztük például a 6. fejezet kenyérszaporításról és vízenjárásról szóló részleteihez. Sokak szerint azonban a Lukács 5. fejezetében leírt csodálatos halfogás, illetve Péter meghívásának elbeszélése is befolyásolta. Anélkül, hogy az irodalmi előzmények is esetleges irodalmi forrás vagy ismeret jelentőségét tagadni akarnám, másokkal együtt úgy látom, hogy János történetmondása önmagában is koherens egészet alkot, vagyis érdemes ezt a fejezetet is az egész evangéliummal együtt értelmeznünk. A 21. fejezetben újra más módon érvényesül a tanítványok ismeretének, illetve értetlenségének motívuma, amelyel korábban is gyakran találkozunk az evangéliumban, a 4., 9., 11., 14., 16. fejezetekben. Most egyszerre értenek meg mindent, mégis képtelenek megszólalni. Csak a szeretett tanítvány mondja ki, hogy a Tibériás tavának partján álló idegen nem más, mint az Úr. A 21. fejezet 7. és 12. versében. Jézus korában hosszan tanított. Most, a feltámadás után, elég néhány gesztus, az égő parázs, az odaadott kenyér és hal, hogy összefoglalja jelenlétének jelentését. A tanítványokat így szólítja meg: gyertek, egyetek. A görög arisztáó ige, vagyis egyetek, jelenthet reggelizést, de vonatkozhat nappali étkezésre is. A történet minden esetre teljesen egységes, ha reggeli étkezésnek értelmezzük. A kora hajnalban előbb hiába fáradozó, majd végre megdöbbentően sok halat kifogó tanítványokat Jézus magától értődő természetességgel reggeli étkezésre hívja. A szövegből hiányzik az az apologetikus jelleg,
amely a feltámadottal való találkozás Lukácsi elbeszélésében az evésre vonatkozik. Vagyis nem kell azt bizonygatni az evés gesztusa által, hogy Jézus az valóban, akit ismernek. Amúgy sem Jézus eszik, hanem a tanítványok. Jézus a sikertelen halfogás után is ráébresztette őket éhségükre és eredménytelenségükre. Fiaim, van valami ennivalótok? Miután pedig csodás módon sikerre viszi igyekezetüket, maga lesz a vendéglátójuk. Gyertek, egyetek! Az egyszerű felszólítás, hogy egyenek, csillapítsák éhségüket. A jánosi kettős stílus sajátos példája. Egyfelől tökéletesen megfelel a konkrét helyzetben elvárható cselekvésnek. Másfelől beavató jellegű, vagyis lehetővé teszi, hogy Jézus feltárja saját titkát. Annak mutatkozzon, ami vagy aki ő immár örökké jelenvalóan, örökké kérhető és elérhető módon. Ő a vendéglátó, akinél kétkedő, kereső, fáradozó tanítványai újra meg újra remélhetik éhségük csillapulását, erejük megújulását. Ő az, akinek szelídsége, egyszerűsége is gazdagságot takar. Sőt, éppen így nyilatkoztatja ki végső soron azt az atyát, aki otthont készít mindannyiunknak. Ő az, aki egy falat kenyérhez vált hasonlóvá, sőt, egy falat kenyér színében jelenvalóvá is válik. Gyertek, egyetek! Így mutatja meg cselekvésében, hogy ki ő, és milyen az Atya.